Az előadása Karint is életérzést mutatja meg kívülről és belülről. Kizmedia Gergely és Boros Ádám F és X szerepében tulajdonképpen Karinti és az ő belső ényének párbeszédét játsszák el az íróra jellemző humorral. Nagyon izgalmas az utazás a koponyám körül. Szerintem aki nem is olvasta, nem egy könnyű olvasmány, érdemes elolvasni, és ebből készült ugye ez, ez az átirat, ami, amiben két részre bontotta a szerző, a főszereplőt. Karinti zsenie, humora és személyisége szerintem megengedi ezt. Igen, a kérdésre válaszolva, mindannyiunkban él egy ilyen kettősség. Tehát azt gondolom, mindenkinek van egy énkéje, mindenkinek van egy felsőbbrendű énje, vagy a pszichológusok, ahogy nevezik, tudattalatti, vagy tudattalanja, vagy amiről nem is akarunk tudni, vagy szembesülni vele. Ez adja a dramaturgiáját az előadásnak, tehát mi küzdünk folyamatosan kokettával nézőkkel. A rendező a Jászai Maridíjas Káló Béla volt. Szavai szerint az előadás méltó kezdése volt a társulat munkájának. Az előadással a rendező azt igyekezte bemutatni, hogy hogyan lehet átértékelni egy pandémia utáni időszakot. Erre pedig szerinte kiváló eszköz volt Karinti humora. A cél az volt továbbá, hogy a nézőknek minél átfogóbban bemutassák a személyiség kettőségét. Káló szerint okkal játsza az említett két színész a szerepeket. Én tudtam, hogy ismerek egy embert, aki tökéletes ellenpontja lesz a Karintinak, vagyis a Gergelynek, őt Boros Ádámnak hívják, és Boros Ádám személyében megkapja azt az ellenpontot, az, akiről te beszélsz, az, aki folyamatosan ott motoszkál, mi ezt énkének, vagy alteregónak, vagy tükörnek, vagy nem tudom, önreflexiónak nevezhetjük, bárminek nevezhetjük. A lényeg az, hogy tökéletes válasz a kérdéseire, vagy kérdező a válaszokra a Karintinak, és Boros Ádám szerepében az a mennyiségű humor ráadásul az a fajta irónikus humor, amit ő képvisel. Ez a legmegfelelőbb volt. Ja, és nem mellesleg. Ők ketten a privát életük, életükben is ö, olyan szinten cikizik egymást, és olyan szinten ö, tudnak egymásnak nekiállni a humor nyelvével, hogy igazából nekem már a végén csak annyi dolgom volt, hogy jó kanalizáljam az ő egyéniségeiket és az energiáikat. Az Isteni Színjáték Társulatnak ez az első előadása, amelyet áprilisban többször is bemutatnak majd Vajdaságban.